Sziasztok! Ismét újra itt vagyunk a Farming Simulator 22-vel, és azért mondtam, hogy ismét, mert rosszul mondtam. Ismét, ez az első tartalom a csatornán, a Farming 22. Amúgy nekünk ismét, mert mi már kipróbáltuk, de hogy ez az első tartalom. Igen, ez az első tartalom. Egyébként a 22. hétfőn vagyunk a megjelenés napján. Mert ugye mi előrendeltük a játékot, tehát megvan az előrendelői bónusz is, amit majd fogunk is használni a mentésben, amint lesz annyi pénzünk, hogy tudjuk használni. Nyilván. Ja, majd ezt megnézzük, hogy mi az, micsoda. Na, de nem is húzom az időt. Játék létrehozása, az üres hely. Ó, itt nem is tudok úgy létrehozni, hogy legyenek épületek meg felszerelések. Jó, jelentős for... Tehát nem a nehéz funkción fogunk játszani, mert nagyon kevés a pénz. Mm-hmm. Mert én abba kezdtem el egyébként a saját mentésemet, úgyhogy ebbe indítunk. Jelentős forrásokkal indulunk, de föld, épületek és felszerelés nélkül. És nem az Elm Creek-en, hanem a Haut-Beileron nevű francia pályán fogunk játszani. Ugye három pálya van alapból, ugye az Erlengrant is visszajött, ami a 19-es Alpine DLC-hez volt pálya, visszahozták ide is. Mm-hmm. Na de, kezdjük. Ugye itt van az előrendelői bónusz, illetve letöltöttük ezt a modot, ezt a Kézia Magnum 7200 Pro Series-t is, de ezt majd később fogjuk megvenni, mert először az alapgépekkel akarunk foglalkozni, hogy milyen gépek vannak bent alapból, és ezzel a moddal, amit egyébként maga a Giant a kiadó csinált, ezzel majd később foglalkozunk. A neve az legyen Wailing Farm, mint ahogy az előzőben is volt, nem? Ja, yep, jó lesz az, tökéletes. Eszközök között ilyen, hát igazából nem akarunk Xbox-ról feljönni, úgyhogy szerintem az fölösleges. Maxi játékost azt leveszem kettőre, és legyen automatikus elfogadás, mert úgyis van jelszó. Szóval a nevem az szokásosan valaki 77 lesz. Hogy nézen ki a karakterünk? Olyan karakterisztikusan. De most ezt nem tudtam kinyelni. Ez a haj, ez mondjuk, ez... Ah, nem. Ennek van Sofia hátul, úgyhogy ezt a hajat ezt elengedjük. Ez a haj, ez nekem tökéletes is lesz. Milyen legyen a színe? Fehér? Töké... nem. Milyen legyen? Legyünk mondjuk ilyen hajjal. Egy kis szakál is legyen. Ilyen... legyen ilyen... jóféle bajszunk is. Legyen. Á, nem. Légy egy ilyen. Ruha. Amerikai mappon ilyen öltözetben játszok egyébként egyedül. Viszont itt szerintem egy klasszos öltözet, az tökéletesen jó lesz. Ugye a ruha az klasszos. Milyen jól írja ki a modokat komolyan. Details-re rám megyek. Nadrág is legyen klasszos, cipő. Legyünk gumicsizmába. Ez motoros bukós sisak? Nem. Inkább hagyjuk. Sapka jó, hogy ez, de így most szerverenként akkor mindig kell külön választani, mindegyes bejelentkezésnél. Aha, vagy... persze. Az csak az adott mentésre. Így. Szerintem ez így jó lesz ez a karakter. Ezt jóvá hagyom. És akkor én bent is vagyok amúgy. Jó van. Kicsit akad. Miért akad? Az előbb nem akad. Jó. Na. Várj, körbenézek. Jó, betöltöttél mindent? Jó, most már nem akad nagyon király. Egyébként... van? Irányváltás, kéz és jövőségváltás, automatikus. Jó. Hány nap legyen egy hónap? Hát ilyen 30-31 környékén. 28 a max. Akkor annyi. Jó, akkor legyen 28 napos hónap. Fel tudsz jönni amúgy? Loadingol. Ja, akkor... 25%-nál tart. De legalább... Őzek! De leg... Vannak. Oh my god! Wow! De amúgy legalább jelzi, hogy hány százaléknál vagyok, érted? Tehát itt írja, hogy most 60 lett a 25-ből. Azt a csúcssebességet. Igen? Az őzek elkezdtek futni a folyó tetején. Nocs! Jól működik a játék. Amúgy
Szinkronizálás, ez kifejezetten gyors volt. Ez nagyon gyors volt egyrészt, másrészt meg szépen látom a százalékot is végre valahára. És bent vagy? Még karaktert választok rá. Ja, jó. Nézik-e? Tudod, én azért nem ugyanazon a személyen leszek. Na, legyen ugyanaz a ruha. Többi ez nem jön be, olyan furák ezek a ruhák. Női karakter, amit tök furán néznek ki szerintem. Igen. Na, de én addig létrehozom a gazdaságot. Komolyan mondom, kiakadok ezen a játékban. Szórakozik velem. Link. Farm. Ja, szóval nem kell, gazdaság színe milyen legyen. Zöld. Jó legyen szóval. De jól láttam bele. Várjál! Lehet logót választani. Van kakas, van bárány, van malac, van paci, van tehén, van fűrész, van ilyen épület, meg van traktor. Fűrész. Fűrész. Mi leszünk a fűrész. Az a kék amúgy. Jó lesz az. Ja. Létrehoztam a gazdaságot, be is lépek. Másfél millióval kezdünk amúgy. Az nem rossz. De lehet, hogy kell majd hitelt felvenni, hogy minden jó legyen. Most azt keresem, hogy játékomból tudok változtatni a mouse sensitivity-n. Azt a... Várjál. Tudsz. Csak találjam meg, hogy hol. A... Ugyanott a fogaskeréknél, és ott a bemeneti vezető... Mondjuk neked angolosszam. Mindegy, ott valahol tudod. Jó, én addig szerintem... Keresek valami telephelynek alkalmas területet, ahol kezdhetünk. Uh-huh. Aki gazdabolt. Gazdaboltban nem akarunk kezdeni, gondolom. Na. Azt ott tettem megvenni, de jó. Hát igazából ez az egy alkalmasnak tűnő terület van, ahol most vagyunk. Hát akkor szerintem ez lesz itt a telephelyünk, ahol most vagyunk. Hát. Úgyhogy ezt a területet... mondom... Hát... De miért nem? Köztesség szerkeszti, nem. Adtam neki is amúgy mindenféle jogot. Na szóval, most próbáljunk meg újra területet venni. Jó, most már enged területet venni. Meg szerintem akkor vegyük. Vegyük meg itt. Jó, az ott nincs beérve, ez sincs beérve. Van itt a környékünkön olyan föld, ami be van érve. Micsoda? Semmi, csak nézegetem, hogy mik vannak itten. Aha. Azokat olvasgatom. Itt ez a terület, ez itt be van érve. Úgyhogy szerintem itt ezt megvesszük. És van itt cirok, az a shotgun. Az egyik földünkön. Na. Mivel autó se ütsz, megállt előttem. Meg ezek is itt be vannak érve, nagyon jó. Ebbe mi van? Ebbe búza. Ebbe meg zab. Szerintem még itt ezt a földet én megveszem, és akkor így három földrel kezdünk, az úgy szerintem teljesen jó. Jó, ez a shotgun-os növényem, ugye? Igen, a cirok. Az még nincs beérve. Akkor kell egy combine nekünk. Melyik combine legyen? Tudom. Igazából a pénzünk az még van sok, úgyhogy akár megvehetjük ezt is. De nézzük meg, hogy a használt gépek azok... Jó, azokat hagyjuk most így előre.
Kezdjünk rögtön egy nagyobb kombájnnal. Jep. Kezdjünk rögtön egy nagyobb kombájnnal. Csak hogy gyorsabban meg tudok fulladni. Meg tudok fulladni. Ó, de súcseperesen vizen járok, Báni, nézd meg! Hát de jó. Várj. Legyen a rendszám az... Úgy futok, mint a gyalogkakuk. V-Link. V-Link 01 lesz a kombájnak rendszáma, az jó? Jó lesz. Oké. Okay. Nyosuk pénzbe került, de van egy kombájnunk. Na, jó nélt akadt, mikor megvette ezt a kombájn. Hello, kombájn. Sárga vagy, mondták már. Sárga vagy, mondták már. Ó, meg ilyen mögötte bizonyos cucli is. Á, látom, a szokásos cuccokkal irányítasz mindent is. Open... Várjál! Turn on harvest. Itt van, hogy ez az asztal, ez 2,7 tonna, és meg kell nézni, hogy az melyik asztalkocsi bír el ekkora asztalt. 2,1 tonna, 2,3, vagy ez az asztalkocsinak a súlya. Online stream not rated by... Mindegy, vegyük úgy, hogy erre ráfér. Meg akkor kell egy alap traktor, pórkocsira mennyi pénzünk van, még sok. Kell egy traktor pórkocsival. Melyiket akarjuk mi megvenni? De jól néz ki! Micsoda? Azért. Amint jelöli a dolgokat itt, hogy a hány, mekkora sebességgel megyek, a benzin, meg a cuccokat, meg hogy tolatok, nem tolatok, meg a minden egyéb izé. Ja. Látom valahol amúgy az FPS-emet? Nem. Ja. Oké. Okay. Azt hiszem állítottunk dolgokat. Először is az automatikus motorindítás az hol van? Automatikus motorindítás nem. Nem. Yeah! Tudok változtatni közben. Karaktert? Aha. Alt P. Pótkocsi. Töltési korlátja. Nem, az nem kell, pont ezt akartam megnézni. És ha mindenig azt túl tudjuk rakodni a pótkocsit. Igen. Van egy ügy lefolyna. Hát lefolyik nyilván egy idő után. Meg tudjuk pupozni, ha úgy van megcsinálva, hogy gondolom, hogy megvan. Ami egy jó dolog. Azért bírja a stopet. Itt vannak autók. Vannak. És most gyorsabbak. Ja, gyorsabban neked jönnek. Jobban oda kell álljuk, figyelni. Ebben a földben mi van amúgy? Repce, akkor az nagyon jó, abból lehet, hogy kapunk sok pénzt. Ebben nincsen olyan mód, hogy azért, hogy be lehet ülni melléd. Hát, megpróbálhatsz amúgy beülni. Be tudsz. Jó, de hogy? Nem tudom. Enter, Shift Y, Ctrl Y. De várjál, kíváncsi vagyok, induljál velem. Az igen, hogyan átmegy a karakter? Most fennakadsz, hogyha én itt megállok amúgy. Nem, leáratlak. Tényleg más, ugyan néz ki. Ja. Na, úgy jól néz ki szerintem. Ja. Nagyon szép lett ez a játék, nekem nagyon tetszik. Amúgy ez kezdő kombájnak szerintem pont elég nekünk, méretre. Szerintem is. És továbbra is érdekesen fut a karakterem? Na, most ugye egész jól fut. De nem az a nagyon furcsa kanyar. Nem, most nem.
Már nem az a jobbra dőlés. Nem, most ezt nem csinálja. Szerencsére. De gyors ez az autó. Ja, most már így mennek. Vajjaj. Nyomják neki. Nem csodálkozok. Nem tudok innen tovább menni. Ú, megfogott egy ládalatlan fal. Bár szerintem ott a map széle. Tudom, sajnos. Szerintem egy méretre teljesen jó a térkép. Tökéletes. Az lenne jobb, hogyha ezek a hőlékbanalok működnének és fölleszállnának. És akkor szívesen beszállnék az egyikbe. Jó, de egy vár. Fel kell néznem a várat. Itt egy napraforgó. Mi jó van. Amíg én itt dolgozok keményen. Megnézem, hogy feltörök a amúgy, szár. Hogy ne igen. Unatkozz. Addig te kezdhetsz tárcsázni. Ajj. Mondjuk vegyünk egy ilyen traktort. Ez jó. Itt lehet vásárolni valamiket. Legyen mondjuk rajta ilyen. Egy színre tökéletes lesz. Ne, nem oda oda menni. Mondjuk kapjon egy ilyen orsúlyt is. Vannak ilyen boltok. Meg. Mondjuk ez a tárcsa, ez utána pont jó is lesz. Na, Timi, ott a géped. Jöhetsz tárcsázni. Mindjárt megyek. Szia, madárkák. Veszélyesek, hogy itt vagytok a földön. Menjetek innen. Csak nem letárcsázott szegényeket. Útban vannak. De az amúgy mindenki átmegy rajta. Az autó is átment rajta. Ha én megyek oda, akkor bezzeg elrepülnek. Ha én megyek rá, arra autóval elrepül. De ha más autó megy rá, akkor nem repül. Mondjuk azt nem tudom, hogy mennyire raktak bele elsüllyedésre, szerintem azért azt nem, mert akkor csináltak volna hozzá különbözőt. Nem, hát nem olyan szinten, mint ez a mod, szerintem csak annyira van bent, mint amennyire az alapjátékban volt az előzőből 19-re. Igen. Annál jobban nem hiszem. Ott a vonat. Nézzük, a repce az hol érje a legtöbbet? A Le Jardin des Fermiers gazdaboltba. Na. 10.586-ot. Általában körülbelül ennyi szokott lenni nagyjában szerintem. Ja, és lesz még egy majdnem ugyanennyi. Na, 10.303 itt ebből az adagból. Na. Ez tök jó. Na. Akkor... Fészerek. Te milyen fészer vagy? Nekem melyik fészer kell? Na. Lehelyeztem egy fészert. Oda be is parkolhatsz a géppel. Jó. Nem garantálom, hogy jó lesz. Termelési épületek. Pékség, minden. Nagyon jó. Dekoráció, kerítése. Jó, azt a telephelyet majd kidekoráljuk szétben. Jó. Kerítésekkel, meg mindenféle dologgal. Hát ja, majd ha lesz rá pénz.